Így rajtolt el a mezőny a majdnem egy évszázados múltra visszatekintő maratonfutáson Kassán. 1924-ben itt rendezték az első európai hosszú távfutást és egyben a világ második maratonját. Idén 6 kategóriában összesen 62 országból rekordot jelentő mintegy 14.500-an indultak a nagymúltú versenyen. A legnépszerűbb a félmaraton és a minimaraton volt. A futók közül többen is kiemelték az útvonal hangulatát, de a hangsúly természetesen ezúttal is a versenyen volt. Nagyon jó volt és nagyon hangulatos, mert ezek a régi épületek nagyon szépek, és városnézésnek is jó volt, de egyébként a futás az volt, ami fontos volt. Örülünk, hogy a résztvevők 40%-a a kassai régióból van, ez is azt mutatja, milyen népszerű itt a futás. Sokan jönnek a környező országokból is. 30 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy a futamot egy belvárosi pályán rendezzük meg. Ez sokkal attraktívabb, főleg abban a tekintetben, hogy tömegesen vonza a nézőket az utcákra, ennek köszönhetően egyedi hangulata van. Természetesen ennek hátrányai is vannak, limitált a pálya kapacitása. Nekünk a 100. békemaratonra készülve már most foglalkoznunk kell azzal, hogyan oldjuk meg az egyre nagyobb számban lévő futók versenyét. Minden éven korábban zárjuk a jelentkezést, mivel egyenlőre nem tudjuk fogadni az összes résztvevőt, mondja a főszervező. Kassa legnagyobb és legnépszerűbb sporteseménye több ezer szurkolót vonzott a belvárosi utcákra. Minden éven fellátogatunk ide a kassai békemaratonra. Egyrészt azért, mert csodálatos, varázslatos hangulata van, egy olyan atmoszférát él meg az ember itt, amit más versenyeken nem igazán szoktuk tapasztalni. Nagy tömeg, sok futó, tényleg jó érzés itt lenni, és szurkolni a magyar embereknek, akik közül sokan kötelességüknek is tartják, hogy itt Kassán fussanak és részt vegyenek ezen évről évre. Ezért mi is itt vagyunk, drukkolunk nekik a hideg idő ellenére is. Minden éven járunk. Ezt nem szabad kihagyni. Ez a miénk. A versenyt nehezítette a rendkívüli szeles, kedvezőtlen időjárás. A pályát idén is az afrikai futók uralták. A dobogó legtetejére a kenyai Hilary Kibivot Kipsambu állhatott fel. Örülök a győzelemnek, csak azt sajnálom, hogy nem sikerült olyan időt futnom, mint szerettem volna. Nagyon erősen fújt a szél, ez nehezítette a futást, de jövőre visszajövök és újra megpróbálom, mondja a futam győztese. A női maratonfutásban pályarekord született az etiópiai Kumesi Sigderassa teljesítményének köszönhetően, aki 2 óra 26 perc alatt futotta le a távot. A leggyorsabb szlovák futó Tibor Szahajda volt, aki valamivel több mint 2 óra 15 perces időt futott. Ezzel egyéni rekordot döntött és összesítésben a 7. helyen végzett. A kassai pálya maximumát továbbra is a Lawrence Kimai jó tartja, aki 2012-ben 2 óra 7 perc alatt ért célba.